Én úgy tekintek a Facebook oldalra, mint egy kapcsolatra a választókkal. Ugye pláne most, amikor se kitelepülni nem tudunk, én is ritkábban járok akár bevásárolni, mert még mondjuk nem kaptam meg a második oldást, és még nincs kialakult védettség, ezért van olyan a családban, aki már tud menni és használja ezt az adottságot. Tehát ez egy kapcsolattartási mód. Tehát szerintem, hogyha megnézzük a Facebook oldalamat, azért rengeteg olyan kérdés érkezik egy-egy poszt alá, amire azonnal tudunk válaszolni, van olyan, amire egyáltalán nem, pont akkor, hanem egy kicsi időre van szükség arra, hogy ezt feldolgozzuk, és utána menjünk egy-egy kérdésnek. Úgy gondoltam, hogy ezeket a kérdéseket hetente 5-5 kérdésre ilyen formában szeretnénk válaszokat adni, név szerint akár kiemelve azokat, akik beküldték és kommentben tették fel a kérdéseket, és ennek szeretnénk egy ilyen hagyományt teremteni, ilyen kis adással. Az első kérdezőt akkor nézzük is. Komár Edit volt, aki azt kérdezte meg, hogy az újpesti piac melletti területtel mikor kezdenek valamit. Terveink szerint augusztusig elkészülnek a végleges tervek, amiket a Fővárosi Önkormányzat főépítésze is elfogad, tehát Budapest főépítésze is elfogad. Utána egy kivitelezési eljárás, tehát egy közbeszerzés fog lebonyolódni, és utána tudunk neki kezdeni a munkának, és ez várhatóan november. Azért is próbáljuk egy picit kitolni, hiszen van egy olyan tervünk, hogy ezen a murvás részen az ősz végén egy program is lesz, amihez szükségünk van a területre, de erről nem szeretnék még egyelőre beszélni. Úgyhogy lehet, hogy ez a kivitelezés lehet, hogy elcsúszik tavaszra, de mi úgy tervezzük, hogy ebben a téli idényben mindenképpen elkezdődik a munka, és egy zöld főtér kialakítása a cél, ezt már nagyon sok fórumon elmondtuk. A második kérdés, Anett kérdezte meg, hogy összesen hány embert sikerült eddig beoltani itt nálunk az STK-ban, ők mind kerületi lakosok-e. Ha emlékeim nem csalnak, akkor előző hét végéig 3207 embert sikerült beoltani. Ebben még nincs benne az a 300 fő, aki előző hét vasárnap kapta meg az oltását, illetve az elmúlt napokban, hétfőn, kedden, szerdán, amikor az újpesti szakrendelő által megnyitott időpontokra lehetett foglalást biztosítani, szintén 300 embert sikerült beoltani, tehát én úgy gondolom, hogy hamarosan a 4000-es számot is el fogjuk tudni érni az újpesti szakrendelőbe, és ezúton szeretném megköszönni a házi orvosaink és ápolóknak a segítségét, tehát az asszisztenseknek a segítségét, és tényleg a lakosoknak a döntő hányada pozitív visszajelzéseket adott, amit tényleg a szervezésnek, az újpesti szakrendelő ügyvezetésének, a polgárőröknek, a közterületfelügyelőknek és a újpesti Vagyonőr Kft. Munkatársainak köszönhető, hiszen ők azok, akik például a sorokat rendezgetik, ők azok, akik segítenek az embereknek a tájékozódásban, hogy hova kell menni eligazítani őket, úgyhogy nekik a munkájuk is nagyon-nagyon fontos, és mint egy mély kasban mindenkinek megvan a feladata, és ezért tudunk gördülékenyen dolgozni, és ezért, én úgy gondolom, hogy ezért is vannak nagyon jó pozitív visszajelzések, amit tényleg nagyon-nagyon köszönök a szervezőknek, hiszen nélkül ez nem sikerülne. Rácz Andrea kérdezte, hogy tervezünk-e buszmegállót építeni a Megyeri úti Lidl kereskedésnél. Ugye ott egy közös munka valósul meg a német áruházlánc és a Újpest önkormányzata között. Közösen finanszírozunk egy olyan beruházást, amivel biztonságosabbá tudjuk tenni a közlekedést a környéken. Ugye, hogy visszaemlékszünk, akkor ez Cinkes Ára képviselőasszonynak volt egy nagyon nagy vállalás, illetve ígérte, hogy igen, ott egy biztonságos zebrát alakítunk ki, lámpás kereszteződést, hogy tényleg megkönnyítsük az átkelést az úton.
Úgyhogy ennek keretében valósul most meg ez a projekt, és igen, buszmegálló is van tervezve. Ha minden jól megy, akkor nyár elejére készül el ez az új kereszteződés, és onnantól kezdve lehet használni. Most én két kérdést fogok összevonni. Tegzes Béla kérdezte, hogy az Attila utcában kerékpárral mind a két irányba lehet-e majd tekerni, illetve Kis Vali írta azt, illetve kérdezte azt, hogy az Attila utcára merőleges kis utcákat nem tervezzük-e egy irányúvá tenni. Mind a kettőre nagyon gyorsan tudok válaszolni. Az első kérdésre igen, a második kérdésre szintén igen a válasz. Ugye most ért véget a Attila utcának az egyirányúsítása, ami azt eredményezte, hogy a Mildenberger utcától az Árpád útig egyirányú, illetve a Mildenberger utcától a Fóti út irányába egyirányú az Attila utca. Ez két körzetet is érint. Az egyik dr. Szabó Gábor, illetve Altfater Adalbert önkormányzati képviselő, akik még a választási kampányban mérték fel ezeket az igényeket, és nagyon sok visszacsatolás érkezett tőlük, hogy ezt mindenképpen meg kell csinálnunk, és mert ezen mindenképpen javítjuk egyrészt a közlekedést, másrészt a parkolási helyzetet, és megoldunk olyan problémákat, amik eddig jellemzőek voltak. Az ötödik és egyben utolsó kérdésünket Aranyosi Béla tette föl, ami úgy szól, hogy a szakrendelők állami irányítás alá vonása milyen változásokat eredményez a szakrendelő működési rendjében. Hát mi először is nagyon bízunk abban, hogy ez nem egy végleges döntés. Jelen pillanatban ugye ez azt akarja, hogy ugye elvisznek orvosokat, viszont a most elsődleges célunk, illetve elsődleges feladatunk, hogy az oltásokat biztosítsuk, az oltásokat beadjuk. És erre szeretnék egyébként mindenkit buzdítani, hogy mindenki regisztráljon, aki még nem tette meg, és hogyha a házi orvosa felhívja és felajánlja az oltásnak a lehetőségét, akkor fogadja el azt. Remélem, hogy tetszett ez a kezdeményezésünk, és elnyerte az önök ti tetszéseteket is. És innentől kezdve hagyományt teremtve minden héten szombaton fogunk jelentkezni az elmúlt hét történéseivel kapcsolatban. Kérdésekre fogunk válaszolni, szintén 5 kérdést fogunk megválaszolni, és remélem, hogy velem tartotok.